Hello, sziasztok, egy frankó téma, a vizes láb. Hogy honnan tudod, hogy vizes a lábad? Most, ja, elég fura téma, de most ez van pont, úgyhogy nem hagynám ki. Így most ránézésre annyira nem is látod, de azért látod, mert ugye pont szálkásítási időszak volt, és ugye itt látszanak az erek szépen. Itt miért nem látszanak az erek? Azért, mert az vizes, de nem innét tudod, hogy vizes a lábad egyébként. Jó, nekem úgy kezdődött, hogy a térdemben van egy kis kehe, és nem tudom mennyire látszik. Azért látszik, hogy az ott rettenetesen máshogy áll, de megmutatom a vizesség tesztet, nem tudom mennyire látszik. Megfogod, és valahol így megnyomod a lábad, és ráteszed a hüvelykujjat, de azért úgy meg is szorítod, egy pár másodpercig, egy olyan 15 így nyomva tartod, és elengeded, és ott marad a nyoma, jó bent, akkor vizes vagy, tessék. Ez elég jó láthatóan, csufondárosan föl van vizesedve. Míg a másik láb, azt hiába csinálom így, az nem fog így behornyadni, és az ott látszik, hogy az ott nem is akar eltűnni. Na tudod, ezt elengedem, és rögtön nincs víz, ez benyomod, kijön, kész, ez jó. Itt valami kehe van, az hódziher. Úgyhogy nem tudom. De ugye ott is látod, hát most így már látványos azért itt a boka tájékon. Amikor leveszed az oknit, akkor szépen benn marad a nyoma. Még mindig benn van, pedig ez már fél órája volt. De itt is meg lehet csinálni, hogy megnyomod. De nem is kell olyan sokáig, nem is kell olyan erősen, csak megnyomod, és ott a lyuk. És az a lyuk még mindig itt van. Sőt, a 10 perccel ezelőtt benyomott lyuk is ott van, szóval rettenet rosszul néz ki. Meg hát látszik, hogy az egész egy ilyen oszlop, VS szálkás, de ha az nem látszana, mert nem szálkásítás időszakban vagy, akkor ezzel a teszttel meg tudod nézni. Hát iratkozzatok fel, hogy ilyen fontos dolgokra nem maradjatok le. Sziasztok!